Mint ismeretes, néhány nappal korábban komoly összecsapások történtek a bosnyák-horvát határon, mint ahogyan az az egyik legnépszerűbb bosnyák napilap által készített videón is jól látszik. Több száz migráns próbálta áttörni a rendőrök által felállított barikádot, hogy Horvátországba átjutva folytassák útjukat Nyugat-Európa felé. A történtek hatására Bosznia-Hercegovina és Horvátország együttes erővel döntöttek a határvédelem szigorítása mellett. Így azonban csak idő kérdése, hogy mikor válik újra a migránsok célpontjává a magyar határ, hívta fel a figyelmet Bakondi György, belbiztonsági főtanácsadó. Ennek kapcsán a román határhoz meglehetősen közel fekvő Makóváros önkormányzata felkérte a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság határrendészeti szolgálat vezetőjét, Szilassi Horváth Jenőt, hogy adjon a migráns helyzetről és a készültségről tájékoztatást. A szakember kiemelte, amint egy 46 kilométeres román határszakaszon tavaly kiugróan magas volt az illegális határátlépők száma, több mint 600 fő. Ez mára a szigorú határvédelemnek köszönhetően lecsökkent, más útvonalat választottak a migránsok, jelenleg Horvátország és Szlovénia felől próbálkoznak. Ám a szolgálatvezető kiemelte, ez az éppen aktuális állapot, de a migráció folyamatosan változik, ezért ők is folyamatosan készenlétben állnak. Elemző értékelők vannak, akik folyamatosan figyelik ezeket a fajta folyamatokat, már nem csak a határon túl közvetlenül, hanem akár már Görögország, Törökország felől figyeljük azokat a mozgásokat, amik számunkra veszélyt jelenthetnek. Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy 24 órán belül vissza tudjuk állítani azt a 100%-os határőrizetet, ami a legterheltebb időszakban volt. 2015-ben végigjártuk azt az utat, amit most már nem kell, hiszen azok a protokollok, hogy a honvédséget és az egyéb megerősítő erőket hogyan tudjuk a feladatba bevonni, ezek már ki vannak munkálva, 24 órán belül ezeket vissza tudjuk állítani. A kormány a közelmúltban újabb, mint egy 24 milliárd forintot különített el a határvédelem fokozására a migrációs nyomás miatt, melyből a humán erőforrás biztosítása mellett számtalan új eszközt is vásároltak a számukra. Éjjellátókat, mobil hőkamerákat, kézi hőkamerákat kaptak, valamint a későbbiekben drónok beszerzését is tervezik, melyekkel a román határszakaszon is hatékonyabban tudják végezni a feladatukat, melybe beletartozik a 21 kilométeres vízi határszakasz ellenőrzése is. Munkájukat a honvédség és a makói rendőrkapitányság közterületi állománya is segíti.